A házigazdák köszöntötték az értelmi sérültek megyei jelmezversenyének és farsangi mulatságának résztvevőit. A rendezvényre a megye 6 településéről, Garáról, Kacsmáról, Kecskemétről, Kiskunhalasról, Tassról és Tiszaugról érkeztek vendégek. A különleges alkalomra nem csak a jelenlévők, hanem a komlósori épület is farsangi pompába öltözött, így minden adott volt ahhoz, hogy egy kellemes hangulatú délelőttöt töltsenek el együtt a szociális otthonok lakói. A jelmezverseny keretében pedig mindenki lehetőséget kapott arra is, hogy akár egyéniben vagy csapatban bemutatkozzon a háromtagú zsűri előtt produkciójával. A nap végén ugyanis a legviccesebb, a legkreatívabb, a legötletesebb, a leghatásosabb, a leglátványosabb, a legvidámabb és a legélethűbb pályamunkákat érmekkel és kupákkal díjazták a szervezők.